Irinei Pátriárka 1930. augusztus 28-án született a Csácsak melletti Vidovó faluban. Világi neve Miroslav Gavrilovics volt. Az általános iskolát szülőfalujában végezte, majd Csácsakon járt középiskolába. A Prizreni pap növendéke volt, majd a belgrádi hittudományi kart fejezte be. A családjában nem voltak korábban papok. Döntésére hatással lehetett környezete is, ugyanis ahol felnőtt, számos kolostól található. 1959 és 1968 között oktatóként dolgozott a Prízreni hit Tudományi Karon. Aténban végzett el posztgraduális képzést, majd az Osztrok Kolostor vezetője lett. 1975 májusában választották meg Nisi püspöknek. 34 évig állt a Nisi Egyházmegye élén, és ott abban az időben olyan emberként emlegették, aki békét teremtett. Irinei Pátriárka új templomok építését szorgalmazta is területén. Elkötelezetten dolgozott a szerb pravoszláv egyházért. 22-szer utazott az Egyesült Államokba, hogy az ottani egyház szakadás áthidalásán dolgozzon. A szerb pravoszláv egyház választási közgyűlésének 2010. január 22-i döntés alapján ő lett a szerb pátriárka. Többször is tagja volt a szerb pravoszláv egyház Szent Püspöki Színódusának. Idén januárban ünnepelte meg szerzetességének 60 püspökségének 45. évét és azt, hogy tíz éve viseli a szerb pátriárka címet. Élete során számos díjat és kitüntetést kapott munkásságáért. Irinei pátriárka november 1-én részt vett Hie püspök temetésén Podgoricában, de az orvosok úgy ítélték meg, hogy még korábban megfertőződhetett a koronavírussal, mert legközelebbi munkatársai körében már a temetés előtt kimutatták a fertőzést. Esetében a november 4-i tesztelés mutatta ki a kór jelenlétét, miután azonnal kórházba szállították, ahol később súlyosbodott az állapota Irinaj Pátriárka, a szerb-pravoszláv egyház 45. egyházfője volt.